Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akus parlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fénytechnikashop.hu támogatta. Na helló, srácok, ott tartottunk, hogy elkészült a prototype ebből a ketyeréből, és különböző ötletekkel láttatok el, hogy mit lehetne még rajta variálni. Ezt ide beteszem, mert ez majd ide fog kelleni. És jött egy csomó ötlet, voltak nagyon-nagyon jó ötletek, voltak kevésbé jó ötletek, voltak ilyen agyament ötletek, de amúgy voltak tényleg használható ötletek, és az egyik, ami például nagyon tetszett, legyen benne kivezérlés jelző. Volt is itthon egy, már vagy szerintem 5 éve pihen a fiókba, tegnap este kipróbáltam, még működik is. Mindenfélét tud, bemeneti jelszint erősségállítás, akkor villog szétfele, mindent tud, szóval ez ilyen multifunkci. És akkor viszont arra gondoltam, hogy hát ezt ide be kéne rakni. Igen ám, de ennyi ledet úgyse tudok befúrni normálisan, úgyhogy segítséget kértem. És elkészült a műhely HiFi 2.1. Most itt tartunk, ugye ez volt a műhely HiFi 2.0, ez meg a műhely HiFi 2.1. És akkor ezt ide be tudom passzítani. Ígyeni. Na, menj hárt bele. Menj hárt. Ja, pöcs van. Zsebemből összehajlottak a ledek, azt nem találok lukat. Ja, persze. Persze. Ma meg lebasztam az ujjamat, úgyhogy ez azért van beragasztva. Hát, mint az ökölhúgyozás 3G-vel. Na, ígyeni. Így lesz benne, ugye itt a kapcsoló két nyomógomb, de majd még kitalálok valamit, hogy mi tudnál megnyomni azokat a gombokat. Van két csavar, amit majd mindjárt ide bejelölök, és akkor azt sűjesztett fejűvel innen előről megcsavarozzuk, és akkor azt fogja tartani ezt a kivezérlés jelzőt. Ennek pont jó is lesz egyébként az a kapcsolt 12 volt, amit a fejegység ki tud adni, úgyhogy arra bőven elég lesz. Az cső, így lesz a sztori. Na mit szóltok? Kezdjük is el összerakosgatni, azt megnézzük, hogy mi lesz belőle. Ja, és egyébként, hol is raktam, hoztam ki ilyen cuccokat. Meg volt még jó ötlet, például az tetszett még, hogy rakjak rá gumilábakat. Na, rakjunk rá gumilábakat, az tényleg jó ötlet. És akkor hoztam ilyet. Ördög és pokol. Hoztam gumilábakat, 4 darabot. Na mindegy, ilyen gumilában még a zsacskóban 4 darab. Erről pont hiányzik a furat, de egyébként van benn furat, csak erről pont itt hiányzik, de ezt majd megoldjuk. Hoztam 2 ilyen csatlakozót, hogy az az ötlet is tetszett, hogy mi lenne, hogyha itt hátul lenne egy, hogy ezt a részt itt felhajtanám, így, és akkor azon lenne a csatlakozó sor, az is nagyon tetszett, hopp, most szóltam ki az egyik gumilábat, és az az ötlet is tetszett egyébként, hogy a tápot rakjuk be ide a fejegység alá, és akkor spórolunk helyet, és akkor ennek tükrében nem lett olyan meredeken meghajlítva maga ez a előlap, ami egyébként nem is baj, mert hogyha megnézitek, akkor ennyi a különbség, és még dizájnban, még így is azt mondom, hogy egész pofás.
Hát az tény, hogy így egy picit a fejem fölé megy a kijelző, ha azt nézzük, így a szöget. Ha megnézitek, akkor ha itt szembe állsz vele, akkor hát úgy helye közel, ez meg egy kicsit a fejem alá, úgyhogy a közteset kellene megtalálni, de nem gondolnám, hogy ez fogja befolyásolni az eszköz használhatóságát. Most nem fogom lefesteni első körben, még furkálok, meg mit tudom én, és majd legutoljára fogjuk lefesteni, és akkor elfelejtjük ezt a festékszint is, hanem megnézzük, hogy mi van itthon. Jaj. Ugyanis a csóróság és a költséghatékonyság jegyében fogom ezt az eszközt elkészíteni, amihez az tartozik hozzá, te mi vagy? Akrilfesték. Ha mit akarsz, van egy egész doboz fekete festékem. Na hát ez meg is oldódott. Mi van még itt? Citromsárga. Legyen citromsárga. Az amúgy vagány lenne. Mi van még itt? Ami festék. Te mi egy ikon vagy? Hőálló ezüst. Favédő lazúr. Te mi vagy? Ez faketisztító. Horgonyspré. Szintelen lak. Ez alapozó. Őszintén, ezt mi a pöcsömnek károlgatom? Az ég egyet a világon. Na, ezért tárolgatom, faszom. Nem tárolgatom, kidobom. Hát nincs benne már hajtógás. Tököm szőre. Jó, azt hiszem ennyi a lehetőség. Igen. Hát még a horgonyspré, esetleg darázsírtó. Te mi vagy? Piros. Piros. Na ez is viszont a... Ez is rátok lesz bízva, hogy milyen színű legyen. És azokból fogtok tudni választani, ami itthon van, ugyanis erre nem akarok nagyon pénzt költeni. Szóval választhattok a citromsárga, a fekete, a hőálló ezüst és a piros között. Közül. Ezek közül válogathattok. Ja, úgyhogy a kommentbe írjátok le, hogy szerintetek melyik színű legyen, és amelyik szín a legtöbb szavazatot kapja, akkor olyan színű lesz. Amúgy ezt a sárgát, mintha már... Ja, ide kifújtam, itt van. Ez ilyen sárga egyébként. Ja. Na! A színről hirtelennyiben ennyit. Akkor... Kezdésképpen példának okádék, rakjunk itt rendet. Arra gondoltam, hogy kezdésként ezeket innen elpakolom, és kifúrjuk a furatokat, hogy be tudjam a süllyesztett csavarral a kivezérlési jelzőt fogatni. Ezeket most ide félre dobáljuk. Így. Körödj már mindent. Próbáltam ebből a drótból antennát faragni, de nem jött össze. Én ezt félre is rakom. És akkor... Hogy tudom átjelölni a furatokat? Úgy tudom átjelölni a furatokat, hogy kivesszük ezeket a csavarokat innen, ez most nem fog kelleni. Ez hármas csavar. 5,5-es fúróval kell süllyeszteni a fejét. Nem vagyok ilyen okos, csak apám elmondta, mikor a kezembe nyomta ezt, hogy 5,5-tel süllyesztem a fejét. Na, ugye, hogyha ez így van azon az oldalon, hogy tudnám ezt okosba bejelölni? Hogy ne kelljen hátulról fúrni.
Hát ez így semmi. Jó, megjelölöm hátulról, ezt fúrom hátulról, ennyi. Ezt viszonylag hamar feladtuk, ezt a harcot. Így, most valami hosszú eszköz kéne nekem. Amivel ezt ott át tudom jelölni. Hát csak bízni tudok benne, hogy egyenletesen vannak elosztva a furatok. Majd mindjárt kiderül. Csak így megjelölésként. Na. Kurvára nem. Kurvára nem. Megint az eszköz hiány miatt szenvedek, hogy nincs egy hosszú rajztűnk, vagy bármi, amivel meg tudnám karcolni az anyagot, és be tudnám jelölni, hogy hova kell a furat. De az lesz, hogy ezt így... Hossz jóság van. Ja, látszódik a két jelölés. Na, azt most megpontozom, azt akkor kifúrjuk. Azt gondolom, hogy ezt most így megpontozom, akkor akár még jó is lehet a dolog, és végre nem mászik el a furat. Végre beruháztam egy szájba tekert pontozóra. Innomine patris. Bár mivel, hogy meg van hajtva, így nem fogom tudni pontosan így szemből beküldeni a fúrószárat. És ez okozhat gondot. Ja, úgyhogy egy kicsit vissza kell hajtanom addig, amíg ezt az egészet csinálom. Fogtam, ráléptem azt. Ennyi. Most már teljesen derékszög. Vagy legalábbis ahhoz nagyon hasonló. Opsaláta. Még mielőtt összefúrnám az asztalomat. Ej, de jó éles fúrószár vagy! Hogy nincs egy retkes kurva szájba tekert normális fúrószáram. Hát öcsém, könyörögni kell neki, hogy átfúrja. Na nézzük. Ja, se 5,5-ösöm nincsen, se 3-asom. Ja nem, 3-asom pont van. Ja, 3-as fúrószárom van, csak 5,5-ösöm nincs. De valahol van még fúrószáram. Alajánlat. Na nézzük meg egyáltalán, hogy mit basztunk el. Na lehet, hogy kurvára nem is jó helyre szurkálom itt a hizéket. Furatokat. Hát... Valamennyire stimmel. Valamennyire stimmel, ja. Na. Hát most igazándiból ez a fúrószár is, hogy a meleg vizet talán azt viszi.
felrobbannék az idegtől ilyenkor. Megköszörülöm. De egyébként ettől az örökös köszörülgetéstől is már hány ingerem van? Igen, annak a fúrószára konkrétan hiányzik a vége. Ezt hiába is köszörülgetem. Ennek új élet kitalálni, á! El volt törve ez a fúrószál. Ennek én most csinálok egy új vágóért. Semennyire sem harap bele, még a fába sem. Ezt talán el is engedem. Jó, kiégetem a szélt belőle. Talán. Hát jó, talán egy hangya faszányit jobb lett. Most hova tettem azt a csavart? Engedd már el. Hát csak a süllyesztéssel baszakodok egyébként, hogy... Ja, de jó is lesz, hogy a csavar ide bele tudjon illeszkedni. Jenny. Na mit szóltok? Így lesz benne a kivezérlési jelző. Már csak a gombját kéne valahogy megoldanom. Vannak azok a hosszú műanyagú nyomógombok, lehet, hogy abból kéne kettőt rárakni a panelre, és akkor szuper lenne, de ennyire nem akartam rámenni a témára. Na mindegy. Arra gondoltam, hogy tetszik az az ötlet nagyon, miszerint itt a hátulján lennének a csatlakozók, és akkor arra gondoltam, hogy mivel, ha csak azt nézzük, hogy mondjuk egy... hol van már egy RCA csatlakozó? Ha egy RCA csatlakozót nézünk, akkor az is így ennyire lóg ki, és arra gondoltam, hogy meghagynám ezt a részt, egy lemezt vágnék ide, és akkor abban a lemezbe raknám bele a csatlakozókat, úgy, hogyha bedugod a csatlakozót, és ezt neki gyomod a falnak, még akkor is maradjon hely, és ne tudjon megtörni a kábel, szóval így el tudjon így húzni így félre, és még akkor is lehessen neki tolni a falnak. Ez is egy jó ötlet volt, meg tényleg akkor megmaradok annál az ötletnél, hogy mondtátok, hogy rakjam a tápegységet a fejegység alá. Helytakarékosság szempontjából tök jó dolog. Féltem tőle, hogy szórni fog. Illetve félek tőle, hogy szórni fog, de majd kipróbáljuk, hogy szóre. És hogy mennyire melegíti át a fejegységet, de nyilván, ha nincs megdöntve ennyire, mint ahogy ez, akkor nem lesz olyan közel egymáshoz a kettő is, nem lesz belőle pogréma. Most ezt innen kihalászom, aztán folytatjuk. Arra gondoltam, hogy kanibalizálom ezt a részét a sztorinak így idáig, meg kb. Így idáig, és akkor ezt úgy kéne elképzelni, itt lennének a csatlakozói, így, és
És akkor ezt meg így ehhez hozzácsavaroznám, csak nyilván itt mit tudom én, elvágnám itt, vagy mit tudom én, majd kitalálom, hogy lenne jó. Első körben megpróbálom ezt egyenesen elvágni. Hát, lássuk be, nekem ez nem szokott sikerülni. Sem az egyenes vágás, sem a jó helyre történő furat készítés. Azért megnézek még, hát hogyha van itthon valami vasanyagom, és akkor nem kéne ezt szétvágni. Nem, nincs mese, ezt el kell, hogy vágjam, és ebből lesz a hátulja. Mert van itthon ugyanilyen kettes lemezem, csak az nincs meghajlítva, és itthon semmilyen körülmények között nem tudom meghajlítani, mert nincs élhajlítóm, egyetlen egy satum van, amivel esélytelen, hogy ezt meg tudom normálisan hajlítani. Mivel ez meg már megvan, így szépen elvágom, és akkor ez nekem így tök király lesz. Próbálom húzni egy egyenest, hogy amellett tudjam ezt elvágni. Van itt egy helyde derék ez a szög. Igeni. Mondjuk ezt így eddig hasznosítjuk. Így. Így. Ezt fogom oda csavarozni az aljához. Itt meg hagyok magasabbat, mondjuk így. És akkor ide jöhetnek a csatlakozók. Egybe kibaszott ferde, pedig derékszög mellett húztam. Hogy lett ez ilyen retkes ferde? Dég. Letörlöm róla, baszkira, utána nem fogom tudni, hogy melyik vonal az, és utána teljes káosz lesz az egész. Remélem lejön róla még nitróval. Dehogy jön. Na azért. Jó. Hogy tudtam ilyen rohadt ferdén odarakni most úgy őszintén? Na erről beszélek, látjátok? Erről beszélek. Mi feküdt fel? Vagy mi volt a problematika trágya? Elképzelésem nincs. Na, valamivel egyenesebb. Ezt szépen befogjuk a satubosz, jó elvágjuk. Dr. Kolbász megejti az első bemetszést. Természetesen ismételten szikravető nélkül. Tök jó, mert maradt egy ekkora táblánk. Csöpet kiégett a kesztyűm. Egész tűrhető lesz. Az a helyzet, hogy én őszintén bevallom nektek, én még csak most kezdek el ám megtanulni bánni ezekkel a szerszámokkal. Én nem régóta lakok tanyán, és hát én mindeddig a harmadik emeleten laktam. Egyetlen egy szerszámos készletem volt, azt ennyi.
Na, és akkor amire szükségünk volt, az a már meghajlított fémlemez, és akkor ezt így majd szépen lecsavarozom az aljára, és itt a hátuljára azt rakok, amit akarok. Hajabazni. Na, szépen lamellással lenyomom, hogy tiszta legyen az cső. Lekerekítettem a sarkait, meg az összes élet letöltem, hogy lehetőleg ne vágja le a fél karomat, ha dolgozok vele. És akkor következő lépésként az lesz, hogy ezt így kitalálom, hogy valahogy ez így legyen. Oda próbálunk egy ilyen dugót, hogy mondjuk így, ja, ennek valahogy így kell lenni, és akkor hiába nyomom neki a falnak, ugye, hogyha idáig bejön a dugó, akkor is még el tud kanyarodni bőven. Ja, így is lesz. Úgy bizony. Ezt most valamivel összefogatom. Egy kicsit azt érzem, hogy elszaladt velem a ló, mármint abban a tekintetben, hogy nem kellett volna ezt ennyire komolyan venni. De hát most már mindegy. Megint sikerült ezt az életlen szart befognom. Na mindegy. Fúrjunk. Hihetetlen, bazdmeg. Hihetetlen. Esküszöm, hihetetlen. Olyan mérges vagyok, hogy kimondani nem tudom. Nem tudok, bazdmeg, egy furatot megcsinálni, mert szarok a fúrótáré. Olyan ideges vagyok, lopni tudnék. Na. Így, Jani. Ebből sincs normális, csak ilyen hatalmas. Na, ezt is itt hagyták, azt. Én örüljek, hogy van. Ezt most itt jól megcsavarodom. Ide ideiglenesen. Ezt le tudjam róla innen venni. Így. Akkor teszünk egy próbát arra, hogy beállítjuk, hogy ha ez itt, hát szép számot sikerült eltalálnom, 4,6. Akkor itt a másik oldalán is legalább legyen 4,6. Megpróbálom erről is megfogni. Már a 4,7 vagy 4,5 azt is leszarom. De valamennyire tűnjön már prónak a cucc, nem? Jó, még véletlenül sikerült is eltalálnom. Látni nem akarom azt a fúrószárat többet. Na. Hát ebből sok jót nem nézek ki, de kipróbáljuk. Kész, gyerekek, ezt a
fúrás témát, ezt el kell engedjem. Kezdek berágni. Kurvára kezdek berágni. Semmi, semmi. Dik, ez még milyen fúrószer, olyan szivárvány. Mindjárt beszállok a kocsiba, tényleg azt elmegyek venni fúrószára. Így egyszerűen nem lehet dolgozni, de tényleg így nem lehet dolgozni. Na, ezt apámtól kaptam, ez egy kobaltos fúrószár. Ez működik is! Annyira nem, de... A többinél jobb. Hogy nem tudom, annyira nagy feladat, hogy kettes vaslemezt átfúrni, hogy ehhez már valami speciális cucc kéne? Vagy mi a rosszabb van már? Na kérem szégyen. Akkor ez emígyen lesz a hátulján. Mit szóltok hozzá? És akkor, hogyha bele van dugva egy csatlakozó, így ide. Ez így nagyjából így lesz. Látjátok még mennyi hely van, nyugodtan el tud fordulni kábel vége. Ja, meg valaki mondta, és hát többen is írtátok, hogy tök menő lenne, ha kiraknám előre az USB-t, azt azért nem akarom kirakni, mert tuti, hogy bele fogom törni, úgyhogy azt az ötletet azt elvetettem, de tényleg csak ezért, mert nem akarom beletörni. Egyébként nem rossz az ötlet, de tuti, hogy beleszakítanám a picsába. Jó, akkor, ugye ezt most azért csináltuk ide a hátuljára, mert hogy megbeszéltük, hogy van itt egy bemenet a hátulján, itt ezen a jackes csatlakozón, amit jó benéztem, mert az nem bemenet, hanem a kormánytávirányítónak a csatlakozója. Itt van neki a bemenete, méghozzá, hogy is van? Mindjárt megnézzük a neten, hogy az egyik sor. Szóval, focus please. Na itt a... Ez a három pont, 1, 2, 3 itt erről, plusz... Úgy van, hogy egyik oldal, másik oldal, és akkor középen a test. Szóval ezt így fogjuk megmókolni. Néztem, hogy lehet venni hozzá kábelt 5000 forintért, hát mi nem fogunk venni, hanem ez szépen ide be lesz gyógyítva. Most ugye keret nélkül ezt ide behányom. Égyeni, ide be lesz gyógyítva. És ebből ide fogok berakni. Igen, oda fogok berakni szépen LC a csatlakozót. Most lehet, hogy elkövettem egy hibát, és ezt most jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha egy IEC csatlakozót raknánk be oda,
abból. De hogy azt mire kivágnám az ILC csatlakozónak a helyét, itthon nem tudok én ilyeneket megoldani, hogy kivágjak egy ILC csatlakozónak helyet. Az nekem már meredek. Vettem ilyen jobb fajtának titulált csatlakozót. Igazándiból, ha bármire használnom kell, akkor ilyet szoktam használni. Hogy szoktak lenni a bemenetek? Azt hiszem, hogyha itt szembe állsz, akkor erről szokott lenni. Hogyha szembe állsz a fejegység, ez így lesz, és akkor erre, akkor erről tegyem a bemenetet. Ja, tegyük erről a bemenetet. Tehát ide erről, ide felpontozok kettőt, nézzük csak meg, hogy hogy sikerült ezt csinálnom. Mondjuk így nagyjából, ezt így elfelezem. Így jönni. Hát lehet, hogy nem pont a fele. Nem is izgat a sztori. Ott tettem a filcnek a gupakját. Így jönni lesz itt a két RCA. Hát akkor túlságosan nagy jelentőséget nem fogok tulajdonítani, úgyhogy így random megfogom. Azt ide pöttyözök. Így. Azt a balfaszeget. Azt nézem, hogy ezért túl közel ne legyenek egymáshoz, de ez így egyáltalán nincs túl közel. És akkor ezeket most szétszedjük, hogy megnézzem, hogy mennyi a beépítési mérete ennek a kekerének. Mindjárt, ezt is beépítjük ide. Itt egy tolómérő. Ez kérlek szégyen. Ide jó rozsdás ez a tolómérő. 8 mm. És elővettem az egyetlen egy normális fúró szerszámomat. Hát ez fail. Hol van? Hol van? Itt van. A lépcsős fúrót 4-től 12-ig. Azt mondja, egy 8-as. Jó, már is fogom be az állványosba, azt nyomjuk. Ezzel így legalább viszonylag könnyű dolgozni, mert hogyha ebbe egy szar fúrószárat is teszel be, akkor ugye, mivel hogy nagyobb erőt tudsz lefele kifejteni, emiatt a kis ketyere miatt, így sokkal könnyebb belefúrni, de ha minden jól megy, ezt most viszonylag egyszerűen meg tudom oldani. Lehet, hogy egyébként ennek sem ártana előfúrni, de már most már tényleg nem akarok ennyi energiát ebbe belefektetni, mert... Ja, és figyeljetek, van ezen egy feature, figyelj, lézer. Ezt is még talán oda is fúr egyébként. Na, nézzük meg kíváncsiságból. Hát semmi. Jó, mielőtt elkurnám a másik furatot és kipróbálom, hogy jó-e. Igen, jó lesz, amint fölmegyek 8-ig, és nem állok meg 6-nál. Hülye gyerek! Gyakorolni kell még ezt a fémipari témát. Jócskán gyakorolni kell.
De igazándiból, hát csak úgy tudja megtanulni az ember, hogyha csinálja, nem? Szóval, hogy attól, hogy ülök a tévé előtt, attól nem fogom megtanulni. Na, még egyszer ugyanez, és királyok vagyunk. Én nem szégyellem gyerekek, hogy bénázok. Ez van. Imádom csinálni egyébként, szeretek ezzel így végbelődni. Na, tudjátok, szeretek kísérletezgetni. És igazából a kísérletezésekből jön ki a nagy tanulmány, meg tanulság, vagy hogy mondjam, hogy szóval abból lehet tanulni. Igazából, hogyha kísérletezel, és valami bejön, valami nem. Azokból fognak majd jó ötletek, amiket ugye megosztunk másokkal, így fejlődik az ember. Zsírcsótány, ez is megvan. Egyébként meglehetősen jó ez a Lidl-ös, mi az Isten, reszelőkészlet, azzal elégedett vagyok. Nézzük meg, hogy fog egymás mellett kinézni a két csatlakozó, hogy nem raktam mégis túl közel egymáshoz, de nem. Szóval ez így tök király. Bassza az agyamat ez az IEC csatlakozó, hogy mi lenne, ha oda raknánk egyet? Kurva életben ezzel fogom elcsúfítani, mert béna vagyok, és nem fogom tudni megcsinálni, nem fogom tudni szépen kivágni. Halljátok, milyen hangja van ennek a tápnak? Na, ebből lesz kivéve az IEC csatlakozó. Mert egy fasz vagyok. Megpróbáljuk. Figyelj, van az a kis Dremel gépem, ahhoz vannak ilyen nagyon picike kis köszörűk. Hát megpróbálom kirajzolni, az majd lesz valami. Na gyermekeim, most fogtok csak igazán látni baszakodást, mert hogy ebben egyáltalán semennyire nem vagyok jó. Nézzük meg, hogy hogy van ez. Azt mondja. Veszek el egy másik tolómérőt, mert ezt egy kicsit meg kéne dolgozzam, hogy az jobban láthatóvá váljon. Kérem szégyen. A digitális tolómérő, csak hogy nincs benne elem. Hát ez 27. 27 milli széles. És 19 magas. És van kb. 1-1 millim tévedni. Tehát 27. Próbáljuk meg ezt így paraszba, így megfogjuk, azt ide felrajzoljuk, azt majd lesz valami. Elfelezem ezt is, hogy legalább egy vonalba essen már. Így láttok egyáltalán valamit? Jó, láttok. Hogy legalább megpróbálom egy vonalba elhelyezni. Jó, és akkor fogjuk. Ez lesz itt neki a szélessége. Ez a szélessége. Azt mondja, hogy ez meg a magossága. Nem magosságos. Ilyen túl egyszerűnek tűnik a dolog. Túlságosan egyszerűnek tűnik a dolog. Hát figyelj, kivágom, az faszom, majd valami lesz. Van ez a kekerém, amit egyetlen egyszer használtam, mióta megvettem. Akkor is apámnak a kocsiját csináltuk vele. Legalább alkalma mélik játszani ezzel is. Kellett ezt is megvenni, annyira vágytam egy ilyen kekerére. És eltelt nagyjából egy év, mire kibontottam. És tökéletes lett volna egyébként, és sokkal olcsóbb is, csak gyerekkoromban egyik havernál láttam egy ilyen Dremel gépet, és nekem nagyon megtetszett maga ez a Dremel márka, hogy
hogy ez olyan, nem tudom, jó minőségűnek tűnik. Hát erre baromi kíváncsi leszek, gyerekek. Ez lesz akkora égés, mint ide Lacháza, ezt előre megmondom. Mi az Isten? Valami belement. De ne röhögjetek már, meg ne bántsatok már, hogyha szar lesz. Mert szar lesz. Na. Hűha, ezt jól elhasználom, ezt a vágókorongot. Na mindegy, van még rajta egy kicsi. Ez hogyan van, ezt csak így be kell fogni? Már nem is emlékszem, hogy keveset használtam. Jó, hát nézzük meg, gyerekek. Nem egészen biztos, hogy ez a 2 mm-es vasanyagra van kitalálva, de egyébként viszi. De ezt a korongot, ezt lecserélem, mert ez gyakorlatilag már elfogyott. Hát nem sokáig jutottam el, mert hogy ez fogta magát azt. Na jó, de erről is megvan a véleményem, 50 ezerért. Jó, hát most agyalok, hogy mivel fejezzem be, mert hogy a Dremel az nem hajlandó elindulni, úgyhogy ezt remélem egyáltalán garos még. Azt hiszem, hogy vettem rá 3 évi jótállást. Ha jól emlékszem. Ja. Tökömszőre. Hogy lehet ilyen hulladék ez a gép? Baszki. Most csalódtam. Még egy parkside-os gépem se halt meg, ez meg... Mit kapsz, öreg? Ez most mi? Tossz. A konnektorból ment el az áram. Nem hiszem. Hulladék. Na, ennyit a Dremelről. És ráadásul nem is a legolcsóbb gépet vettem meg. Nem nagyon maradt más lehetőségem, fogtam azt, körbe furkodtam, ahogy lehet. Hát ez ilyen jó igénytelen szar lett, aztán most fogom, azt kireszelgetem. Hú, de csalódott vagyok, olyan csalódott vagyok, azért vagyok csalódott, mert megveszed érted 50 ezer forintért azt a geci Dremel gépet, és így fogja magát, és a második alkalommal, amikor használod, akkor bedöglik. Azt mondom, hogy már szerintem nem is garanciás, mert mit, egy év volt, mire kibontottam, nyáron használtam, faszom se tudja. Mindegy. Így, né? Szépen marad. A középiskolás fémipari alapképzésből már oly jól ismert reszelés. Hát ez nem lesz szép. Ezt már most megmondom, hogy ez nem lesz szép, de cserébe jó ronda lesz. A magassága nem stimmel még. Van még mit gyógyítgatni rajta. Igazándiból annyira nem számít, hogyha csúnya a széle, úgyis, hát van pereme, ugyan csak ilyen, hát nagyjából 1-1 milliméter, de hát ha eltakarja, ápol és eltakar. És jó, megfordítjuk, azt reszelünk rajta így is egy kicsit.
És megpróbálom ezt úgy megtenni, hogy mindeközben ti fókuszba maradjatok. Fókuszban vagytok? Helyjel közze. Jó. Na nézzük. Kezd alakulni, mint pupus a prés alatt, ahogy szokták volt mondani. Aha, jó, magasság már jó lesz, talán már csak a szélességéből kell egy kicsit venni. Itt meg erre az oldalról hagytam rá annyit. Hagytam rá annyit. Tudtam, hogy bele fog törni a bicskám ebbe az ILC csatlakozóba. Ez már nekem nagy falat. Jó. Még egy kicsit a szélességét kell módosítani. Persze, te meg repkedjél, bazmú. Sok van máb. Úgy bírom, mikor valaki azt mondja, hogy most máb. Most máb. Hát most máb. Na. Hát ja. Jól elkúrtam. Mindjárt megmutatom, hogy miért. Látjuk? Nem látjuk. Ott látjuk. Ez így maradt, testvéreim. Hát ja, ez olyan, mintha én csináltam volna. De szóval, hogyha lett volna annyi eszem, hogy ezt előbb mondom, körülbelül apáméknál az a szaki, aki csinálja ezeket, egy ilyen idősebb figura, de hatalmas nagy gógyi egyébként. Hát nyilván az évek meg a rutin az meghozza a gyümölcsét egy idő után. Kb. Szerintem 5 perc alatt programozta volna föl a lézervágót, és ezt így kész. Gyakorlatilag ennyi lett volna. Egyébként időközben meglett ennek a foshalmaznak a garanciapapírja. Hála a jó Istennek 2025-ig garanciás. Áldom a fejemet, hogy beregisztráltam annak idején. Most leköpném, de nem akarok. Te! Na! Úgyis azt akartátok, hogy legyen izé, legyen rage. Hát tessék, lehet, mert dühös vagyok, mert nem a legolcsóbb szart vettem meg, és mégis egy kalap fos. Kétszer használtam azt a fos. Nem videóztam le, hogy kifúrtam, mert ebből is csak izé lett volna, rage, mert ugye, hogy már nincs egy épkézláb fúrószáram se, de ez így lesz. Na, összeáll a hátulja, ezt mindenképp feketére festem, mert ez feketén fog tetszeni, úgyhogy ezt gyors lefújom, hogy ezzel tudjam is folytatni. És amíg ez szárad, addig megcsináljuk ehhez a csatlakozást. Elkezdtem lefesteni, és akkor jutott eszembe, hogy oké, van táp, meg van hang be, de hol jön ki a hang? És akkor jutott eszembe ő, van egy ilyen bontott lófasz jóskaságom. Most ezt is vágjam bele. Ezt mondjuk lehet, hogy egyszerűbb. De semmivel se egyszerű. Ó, de nincs kedvem ehhez. Megvárom, még megszárad, azt majd kezdünk vele valamit. Nekem van egy olyan gondolatom, hogyha ezt a kekerét itt szépen átkapcsolom AUX-ra, és adok neki jó nagy hangernőt, és elkezdek ide belenyúlkálni ezekbe, amikbe így most hirtelen nem tudok, mert olyan picike alig. Hát én vettem a bátorságot, és ezt a csatlakozót szétszedtem. Mert nem akarok ilyen mindenféle bedugdosós módszert használni. És akkor, ha jól tudom, ebben a csatlakozóban a Bluetooth meg a
AUX kapott helyet. Ugye ezt megpróbálom minden kibontani, és akkor meg fogjuk látni, hogy mik vannak itt benne. Azért nem sajnálom ezt így megbontani, mert hogy sosem lesz benne Bluetooth modul, legalábbis ilyen jellegű biztosan nem, mert én nem fogok érte 10 000-eket adni. Egyébként meg így meg fogom tudni használni zenehallgatásra, ha kész lesz a műhelygépem. Ami egy másik epizód lesz majd. Na nézzük, mit látunk itt. Jó lenne ezt a csatlakozót ketté nyitni. Ketté is nyitom, és akkor többet fogunk látni. Lehalkítom, biztosan bizonytalan. És jó, kinyitjuk ezt a csatit. Hú, hogy felsziszenhetnek most az autóhifisek, hogy szétbaszom ezt a fejegységet. Hát igazándiból nem baszom szét, csak átalakítjuk. De jó lemezből csináltátok, azért meglátszik, hogy Alpine-éknál jó minőségből van minden. Na nézzük csak, mi van itt. Aha, így egyértelműen lehet majd látni, hogy melyik a hangért felelős vezeték szerintem. Na gyertek csak ide közelebb. Úgy is van, tehát így mutattam nektek, hogy itt a bal három, bal szélső három csatlakozó az. És akkor itt is lehet látni, hogy ugye a fehér, a piros, és fölül meg a testszál, ha nem tévedek, úgy volt. De majd mindjárt kiderül. Látható is egyébként, hogy ezek egy köpenyben vannak ez a három szál. És... nézzük csak meg. Ja, meg is vagy. Na! Ugye hát innentől kezdve már nem nagy történet. Be kell kötni hátulra arra a csatlakozóra. Viszont ezt úgy kéne megtenni, hogy ne ilyen rövid legyen a vezeték, hanem azért ennél egy picit hosszabb. Szóval, hogyha ki kell húzni előre a fejegységet, akkor is lehessen vele variálni. Úgyhogy ide most azt gondoltam, hogy ilyen vezetékből megoldom, és akkor mit tudom én, hagyok rá egy ennyit így nagyjából, és akkor ki lehet majd húzni. Szépen ide reáhúzogattam a zsugorcsöveket, mindjárt erre még húzok egy egészet ide, aztán gyakorlatilag ez a része is elkészült. Még így azt gondoltam, hogy erre az egészre is húzok ide egy zsugorcsövet, hogy ez a rész ne legyen szabadon, bár ezt is ráhúzhatnám, de nem biztos, hogy rajta marad. Hát most csak így paraszba bedugtam a telefonba, és így odafogtam, ugye én a középsőt használom. Úgy jelölte meg, hogy a középső az a ground, és akkor bal jobb oldal. Itt meg hozzáérintettem, ugye. Szóval működik az elmélet. Lehet szépen bekötögetni a hátuljába is. Adok rá egy kis. Most van egy kis alapzúgás, ugye, mert hogy fogom a vezetéket, de ha ezt elengedem, akkor nem lesz. Majd még arra leszek kíváncsi, hogy esetleg a árnyékolatlan kábel miatt lesz-e probléma. Hát igazándiból ezen a kis szakaszon nem akartam vergődni mikrofon kábellel, főleg nem amiatt nem, hogy itt olyan vékony volt a vezeték, hogy ott azzal nem is tudtam volna dolgozni. Na majd kiderül, hogy lesz-e alapzaj. Már itt van az asztalon a fejegység, ugye nem tudom mennyire emlékeztek rá. Mikor megvettem, akkor valami surlódó hangot ad ki, amikor elkezdi forgatni a lemezt. És úgy látom, hogy ez annyira eszkalálódott ez a hiba, hogy most már nem is bírja forgatni. Hanem meg van akadva a lemez. Meg sem fordul benne.
Eddig játszotta a lemez, csak valamibe beleért, és akkor ilyen hülye ilyen hangja volt, ahogy forgott benne a lemez, de ahogy nézem, ez most teljesen meg van szorulva. Aha. Mi lehet ennek az oka? Mi lehet ennek az oka? Hogy ez a lejátszó az így járt. Vajon miben szorulhat ez a lemez? Forgatná a nyomorultja. Csak kurvára nem tudja elfordítani. Hát ezt a témát most elengedem, soha a büdös életben nem lesz benne CD, úgyhogy most ezt szépen visszacsomagoljuk és úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi. Ehhez most annyira nincsen hangulatom. Közben rájöttem, hogy tök felesleges egy ekkora lukat vágni, hiszen ez felületre szerelhető, csak ennek a csatlakozóknak kell a lukat kivágni. És akkor itt hát Dremel híján ez így lesz, és majd megint reszelés. Ah! Visszafosztottam ezt a már egyszer felhasznált cuccot is a ragasztótól, és megszületett erre is a furat. Hát jó nagy balfaszoskodást csinálok egyébként, de a lényeg az, hogy a végeredményen látszik, hogy működőképes a dolog. Ide mindjárt húzok mindegyikre zsugorcsőt, hogy még véletlenül se érhessen hozzá a fémhez, aztán a hátulja gyakorlatilag készen van. Hát nem tudom hány órán ment rá, srácok, hogy ez így nézzen ki. Persze nincs most becsavarozva semmi, csak úgy ide teszegettem ezeket a dolgokat. Ugye ide még jön a zsugor, ám de cső, és akkor így fog kinézni. Egyébként azon agyaltam, hogy így sem néz neki rosszul. Hogyha ide hagynám a végére, csak akkor ugye nem lehetne büntetlenül neki tolni a falnak. Így meg, hogyha ide rakom, akkor ugye neki lehet tolni. Hát az ILC csatlakozó az ki fog lúgni valamennyire, de de erről is kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek hagyjak itt ennyi helyet, vagy rakjam ide ki a szélére, így lesz mesteresebb, vagy hogyha hagyok ki helyet, ugye mivel a táp bekerült oda alulra, így lesz hely bőven. Na azt gondolom, srácok, hogy erre az epizódra most így hirtelen ennyi. Szóval várom a színre az ötleteket, hogy milyen színű legyen. Csak ne való. A való színt nem szeretem. Ezt meghagytam itt rajta, mert hogy ez az egész ház így le lesz földelve. A másik, ami a tápegységbe fog menni, az is innen fog ilyen csillagpontos elrendezésbe fog a test összejönni, és akkor azt hiszem, hogy rendben is leszünk. Na, srácok, tényleg erre a vidinyúra ennyit, mert már rohadtul fázok, meg hát ezt így, ja, 4 óra óta csinálom. Úgyhogy be is fejezem mára. Úgyhogy skacok, köszi, hogy megnéztétek ezt a videót. Iók legyetek, sziasztok!